Az Aprófalva hagyományőrző népdalkör előadása színesítette az utazó kiállítás megnyitóját Nagyhalászban. A kis tárlat vármegyénk természeti kincseit és történelmi jelentőségű helyszíneit hivatott népszerűsíteni. Ennek szakmai anyagát Bene János címzetes múzeumigazgató történész készítette, képanyaga pedig Csutkai Csaba fotóművész munkáját dicséri. Mindezt már közel 40 településen láthatták Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A megyei top program keretében valósult meg az a vándorkiállítás. Számos településén a megyének kiállítást szerveztünk, rövid bemutatót szerveztünk ebből a programból, amelynek az a célja, hogy tudatosítsuk a megye lakóiban, a megye polgáraiban, hogy milyen értékekkel bírunk mi itt a megyében. Nem kell elmenni messzi földrészekre, vagy az ország más tájéért, hogy fantasztikus értékeket lássunk. Sajnos az emberrel előfordul az, hogy amit a szemével néz, azt nem biztos, hogy látja is. Reméljük, hogy ez a kiállítás is hozzásegíti ahhoz az embereket, a megtekintőket, hogy lássák és észrevegyék azokat a fantasztikus szellemi kulturális épített örökségeket, amelyeknek birtokában vagyunk. Az itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben projekt részeként megvalósult kiállítása nemrég, mint egy 12 millió forintból felújított művelődési ház első nyilvános programja. A beruházásnak köszönhetően már sokkal korszerűbb körülmények között tudják fogadni a látogatókat. Ez a felújítás a Líder akciócsoport által kiírt pályázati lehetőségből oldottuk meg. Itt egy álmennyezetnek a kialakítása, illetve teljes villamos hálózat felújítása történt meg a művelődési házba, hisz 70-es években épült, és azóta sajnos nem sikerült hozzányúlni, és ez a pályázat hosszú távra megoldja a feladatot, hogy a művelődési házunk biztonságosan is tudjon működni tovább. A kiállítás nyitó rendezvénye a Nagyhalász városá avatásának 30. évfordulója alkalmából induló eseménysorozatnak.